Folytatjuk az adásunkat, tehát ott tartottunk, hogy a fogságba került Izrael számára és judeiak számára, tehát mind a 12 törzsről beszélünk, hogy azért volt reménység, mert eleve már az Isten emberein keresztül adott Isten olyan információt a jövőről, amely reménységet adott azoknak a zsidóknak, akik ezt a szörnyűségeket megélték, megtapasztalták. És ugye pontosan a Bibliában több helyen Isten úgy hasonlítja magát a bálványokhoz, na, hogy olyan a bálványok meg tudják mondani a jövőt. Ő pedig ugye kicsit szent módon dicsekszik az Isten, hogy ő viszont előre megmondja, hogy mi fog megtörténni 1000 év múlva, 2000 év múlva, 3000 év múlva, 4000 év múlva, és ugye pontosan a hitnek az a lényege, hogy az Istentől ezeket a kijelentéseket elfogadja. Tehát ezért beszéltünk arról, hogy az Izajás próféta írásait, kijelentéseit is egészen biztos, hogy ismerték, Ezékiel prófétát is ismerhették a korban, mert itt a szünetben beszéltünk arról, ha örülnék, ha elmondanád a nézőknek, hogy az Ezékiel pap volt, de próféta lett belőle, mert Isten szelleme rá szállt, és kértek tőle tanácsot. Igen, rendszeresen fölkeresték a zsidók vénei, és közvetlen kijelentést kapott Istentől, és ezt pedig átadta. Mert hát a prófétáknak ugye az egyik feladata nem csak az volt, hogy a jövőre vonatkozó információkat, Istennek a tervét, vagy ahogy mondja Dániel az igazságnak a könyvéből, amely tartalmazza Istennek az egész üftervét, hogy abból adjon információkat a prófétáknak, hanem a vigasztalás is nagyon fontos feladata volt a prófétáknak, hogy amikor olyan időben élt Isten népe, és sok csapásban részesültek, akkor ne essenek reménytelenségbe, hanem a legnagyobb nyomorúság között is megmaradjon a reménységnek a fénye, világossága a szívükben és a lelkükben. Tehát én azt gondolom, úgy látom, hogy a teljes Bibliából, meg a prófétáknak a könyvéből, hogy a babiloni fogságot azért élték át, úgymond sikeresebben a Juda törzse, mert nagyon sok proféciát, jövőre vonatkozó proféciát ismerték Izrael helyreállításáról, Mesiás eljöveteléről, ugye ezek voltak a legnagyobb reménységek, hogy sőt már megjelent Izajásnál a föltámadással kapcsolatos ígéret is. Igen, rövid és hosszú távú proféciák is szóltak a helyreállításról. Az általad már említett adásvételnél, amikor Jeremiás birtokot vesz az unokaöccsétől, és ezzel azt is szeretnék kifejezni, hogy még fognak mezőket venni Júdában, Jeruzsálemben, és fognak még kerteket ültetni, szőlőt művelni, mert visszahozza az Úr a népét a fogságból. Ez egy rövid távú profécia volt, ami 70 év után akár már valóra is válhatott annak a kicsiny maradéknak, akik hazatelepültek. De hosszú távon, középtávon is szóltak olyan kijelentések, például amikor már véglegessé vált Júda bukása, akkor Ezékiel próféta hirtelen vált, és már onnantól fogva vigasztaló üzeneteket ad át a népének. Ő pap volt, és nagyon sokat foglalkozik a könyvében a szentségnek a kérdésével és a templommal, és kijelenti azt, hogy eljön az az idő, amikor egy szent papság, egy olyan királyság lesz Izrael és Júda, hogy nem bomlanak többet két királyságra, egy királyuk lesz, egy uralkodójuk lesz, és egyesülni fognak, és egy különleges építmény, a Szent Templom lesz az életüknek a középpontjában. Beszél arról, hogy hint az Úr rájuk tiszta vizet, hogy megtisztuljanak, új szívet és új szellemet kapnak, hogy Isten népévé legyenek, és összegyűjti Isten őket. Amen. A diaszpórából, és nem fognak többet már szétszóratni, és a száraz csontok pedig, mint egy hatalmas sereg életre fog kelni, és Isten népévé lesznek. Hát ugye mai napig is a Biblia olvasó embereknek Ezékiel az egy bestseller, különösen 36., 37., 38. fejezet, mikor lesz a Gog-Magog háborúja, ugye látjuk a közelkeleti eseményeket, nem véletlenül szinte azt lehet mondani, hogy a világon minden hónapban valahol egy Ezékiel könyvével kapcsolatosan egy könyv megjelenik. Tehát annyira izgalmas a Ezékielnek a könyve, különösen a 36-tól, 33. fejezettől,
tehát egészen a végéig. Na de visszatérve, egy fiatalember is, más társaival is bekerült a babiloni fogságba, sőt, ugye ott a király hozott egy döntést, hogy a királyi családhoz tartozó fiatalokat válasszanak ki, és azok jöjjenek be a királyi palotába, és ott álljanak ilyen hostess szolgálat. Úgy tűnt, mint a hostess szolgálatot kellett volna elvégezniük, és hát akkor így esett választás egy négy nagyon áldott zsidó fiatal emberre, talán tinédzser korúak lehettek, és ezek között szerepelt valóban Dániel, aki valóban egy nagyon-nagyon fontos szereplője volt a kijelentés történetének, tehát a babiloni fogságnak, de utána is, mert ugye részt vett ő a szent könyveknek az elemzésében, szerkesztésében, a kanonizálásában. Igen, a zsidó hagyományra utaz, gondolom, igen, a nagy gyülekezet férfiai, igen, akik a fogság után térnek vissza, és ott benne van Dániel. Hát feltehetően már nagyon idős korában. Hát időskorú, Isten hosszú élettel áldotta meg Dánielt, illetve szerintem örök élettel áldotta meg, de igen, földi élete is eléggé hosszú volt. Nos, hát ugye, ahogy utalt már a Márti, nyilvánvalóan a Dániel könyvre is mindaz igaz, amit elmondtam Ezékiel könyvével, hát ma top listán, ha több, a Biblia könyvek között top listát kellene állítani, nyilván nekem az evangélium az első helyen van, de azt gondolom, hogy az első háromban, első ötben biztos, hogy benne van a Dániel könyve. Biztos. Ugye? Egész biztos. Biztos. Igen. Tehát a királynak volt egy rossz éjszakája, a Nabukodonoszornak. Hát nem csodálom, mert ugye nagyon nagy pusztítást végzett el Jeruzsálembe, templomba, stb., de úgy tűnik, hogy nem emiatt volt neki rossz éjszakája, hanem álmodott, és ebben az álomban egy nagy állókép jelent meg előtte, és ugye elmondja a Dániel könyve, hogy nem árult el a király senkinek se, hogy mit álmodott, hanem kérte az álommagyarázókat, jövendőmondókat, kaldeusokat, professzorokat, hogy fejtsék meg az álmát, úgy, hogy nem mondd el. Hát, tudományos akadémiát. Akkori tudományos akadémia. Hát ugye volt egy istenük, a tudás istene, Nebo. Nebo volt az Nebo. Tudás isten, Nebo. Az volt, tehát ők a tudásnak a tudást egy gonosz angyalban is. Most nem azt jelenti, hogy a tudást ne értsd félre. A gonosztal származik, de nyilván a babilónia a tudást nem az Istenek a szellemében, az Izrael Istenének a bölcsességében vélték, hanem a Nébóban. De ugyanígy volt Egyiptomban, ott meg a Tot volt a tudásnak az Isten. És kétségkívül, hogy nagyon sok információt kaptak, ugye, hát ókor, most ugye, megint egy érdekes dologra tértünk rá, utaltunk, csak itt elmondom a nézők szempontjából, hogy ugye az ókorban vannak olyan források, hogy sok dologra az emberiséget szellemi lények tanították meg, akár a Noé kor előtt és a Noé kor után is, főleg a sémi vonalnál, és épp a káldeusoknak az őseire vonatkozik ez, és a sokak szerint, bizonyos apokrif irodalom szerint a káldeusok ezért is voltak járatosak az asztrológiába, varázslásba, boszorkántságba, jövendőmondásba. Igen, hát a Tubal-Káin, hogyha emlékszel, az ősök közül, ezek az úgynevezett első feltalálók, vagy igen, vagy igen, akit talán a rómaiak a Vulcanusszal, Tuvalkain Vulcanusszal azonosítanak, szóval a nemzeteknek a mitikus ősei között számos feltaláló is számos van, feltaláló, és ezeket istenítették. És ugye Dániel könyvből lehet látni, hogy konkrétan jegyzőkönyvszerűen vezették a királynak a döntéseit, az eseményeket, a birodalomnak az eseményeit vezették, de ezt látjuk ugye az asszíroknál is, és volt egy tudományos akadémia, amelyet a tanácsadók voltak igazából a király mellett, és ugye ezeket kérték meg, hogy na, akkor fejtsétek meg az álmot.
és senki nem tudta. És ugyanakkor halálra ítélte ő mindegyiket, a király, hogy semmit nem érnek igazából, fontos dolgokat nem magyaráznak meg, és a király azt mondta, csak a tudás, a tudomány szempontjából hangsúlyozom, hogy azért nem mondja meg az álmát, hogy ilyen húzavona beszédekkel csak az időt húzzák, ne áltassák őt, ilyen kitalált, kreált beszédekkel. Na és aztán mielőtt végrehajtották volna halálos ítéletek az összes bölcsön, Dániel jelentkezett, hogy várjanak az ítélet végrehajtással, ő imádkozik az Istenhez, és meg fogja adni Isten, és így is lett. És akkor látjuk, hogy a királyhoz állt és hadd olvassam fel ezt a részt, mert azt gondolom nagyon érdekes a nézők számára is. A Dániel 2-ben található ez, a magyarázata. 31. versek. Te látád, ó király, ime egy nagy kép, az a kép, amely hatalmas volt és kiváló az ő fényessége, előtted áll vala, ábrázata rettenetes volt. Annak a képnek a feje tiszta aranyból, melle karai ezüstből, hasa oldalai részből. Lábszárai vasból, lábai, itt egyébként eredetiben lábfejként is lehet értelmezni az eredeti kifejezést, részint vasból, részint agyagból voltak. Nézed vala, amíg a kő leszakadt, kéz érintése nélkül, letöri azt az állóképet vas és cserép lábairól, és darabokra zuzá azokat. Akkor egyé zuzadék a vas, a cserép, a rész, az ezüst és az arany, s lőnek, mint a nyári szérűn a pejva felkapá azokat a szél, s a helyüket nem találák azoknak. A kő pedig, amely leüti az állóképet, nagy hegyélőn, és betölti az egész földet. Ez az álom, és az értelmét is megmondjuk a királynak. Te, ó király, királyok királya, kinek az egek istene birodalmat, hatalmat, erőt és dicsőséget adott. És valahol emberfiai, mezei állatok, égi madarak lakoznak. A te kezedbe adta azokat, urrá tett téged mindezeken, te vagy az aranyfej. Utánad más birodalom támad, alávaló, mint te. Az egyik másik, egy harmadik birodalom részből való, amely az egész földön uralkodik. A negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas. Mert miként a vas széttör és szétzúz mindent, bizony minden vas pusztít, mindamazokat szétzúzza, elpusztítja, hogy pedig lábakat és ujjakat részint cserépből, illetve agyagból, részint vasból valónak láttál, a birodalom két felé oszlik, de lesz benne a vasnak erejéből, amint láttad, hogy a vas vegyül az agyag cseréppel, hogy a lábai ujjai részint vas, részint agyag, az a birodalom részint erős, részint pedig törékeny lesz. Hogy pedig a vasat vegyülve láttál agyaggal, azok emberi magáltal vegyülnek össze, de egymással nem vegyülnek, mivel minthogy a vas nem vegyül, egyesül az agyaggal. Azoknak a királyoknak az idejében támaszt az egek istene birodalmat, amely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át, szétszúzza, elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. Erre csak azt tudom mondani, hogy ámen. Azért mondjuk az áment rá, mert itt igazából a Dánielnek kijelentette Isten a világ történetnek a végcélját, ami nem más, mint a Földön a Mesiásnak az uralma. Tehát a jelenlegi ádámi korszaknak a következő időszaka egy mesiási korszakba fog beletorkolni. Nyilvánvalóan, ahogy itt a jelképekből is látni, egy természetközi beavatkozás, vagyis a mesiásnak az eljövetele, vagy visszajövetele, azért mondom az eljövetelét, hogy a zsidó barátainknak is ez a reménység szól, nekünk is szól ez a reménység, hogy a világtörténelemnek az Isten által meghatározott végcélja a királyok királyának az uralma. És előtte igazából felsorol a Dániel négy birodalmat, és ezzel a négy birodalommal foglalkozunk, tehát az első az aranyfej, a Babilon. Tehát miért nevezte szerintetek a Dániel, illetve Istennek a szelleme Dánielen keresztül aranyfejnek Nabukodonozort?
meg lehet figyelni azt, először is, hogy a szöveg azt mondja, hogy te vagy, ó uram, király, az aranyfej. Tehát nem azt mondja, hogy az egész birodalomad, meg az országot, hanem te magad vagy az aranyfej. És hogyha ezt a négy fémet, egymás után következő fémet megfigyeljük, a fajsúlyuk egyre könnyebb. Az arany a legnehezebb fajsúlyú fém. Ugye elég egy ilyen kis darab belőle is, már az ember alig tudja elhordozni. Én nem sokat hordoztam ilyet. Hát ezt akartam rá megkérdezni, számból vetted ki. Nem volt aranyrúd még a kezemben. Segítsél hordozni. Igen, de elképesztő, hogy a vas is sokkal könnyebb nála. Tehát kb. Tizede annyi, vagy még kevésbé. És megfigyelhetjük azt, hogy legalábbis ez egyfajta válasz, hogyha szabad ezt mondanom, hogy az alapító Nabukodonozor, és minden birodalomnak van egy alapítója, majd ilyen lesz a perzsáknál Kürosz, vagy Círus, ilyen lesz a görögöknél egyértelműen Nagy Sándor, és ilyen lesz majd a rómaiaknál, hát vagy Cézár, vagy Augustus, majd ezt meglátjuk. Én szerintem Julius Cézár. De egyetlen emberről van leírva. Ő nem ő császárságot alapított, jó, de mégis a Cézár. Igen, a császár szó is ebből származik, de egyetlen egy emberről van leírva a Bibliában az, hogy megtért. És ez pedig Nabukodonozor. Egyetlen más emberről sincsen. És hogyha ehhez hozzávesszük a... Göröngyös hetedik... után, de megtért. Hát igen, volt neki egy pár érdekes éve, amikor ott legelészett az ökrökkel, és hogy még ehhez a hetedik részt is megnézzük, hogy ott azt szoktuk mondani, hogy a szárnyas oroszlán képében van a babiloni birodalom ábrázolva. Igen ám, csak ez a szárnyas oroszlán emberré válik, két lábára áll, és emberi szív adatik neki. Na szerinted mit jelent? Ez ugyanezt jelent. Szerintem ugyanerre vonatkozik, hogy a Nabukodonozor megtért. Először akkor megtért. Az oroszlán és a sasszán. Ja, hogy az oroszlán és a sasszán? Így van. Hát a sasszán, erről talán egy korábbi adásban beszéltünk már, hogy ez az természet fölötti vonatkozásra ennek az oroszlánnak? Tehát, hogy nem egy természetes állat. Tehát az oroszlán egyértelműen ugye az állatok királya. Tehát mindig a bibliai jelképekben ugye ezt kell látni, hogy a oroszlán az erőt képviseli, nyilván a hatalmat képviseli, ez vonatkoztatja az oroszlán Judeára is, de az az oroszlán ugye annak az ereje nyilvánvalóan Istentől származik, és a föltámadásnak az erejét hordozza. Itt egyértelműen, nyilvánvalóan, hogy arról az erőről van szó, amely e világ istenétől származik alapvetően, ezért érdekes, amit mondtál, hogy az aranynak nevezi Nabukodonozort, ennek a egyértelműen, az e világ fejedelmének, a birodalmának a vezetője mégis tudta úgymond humanizálni ezt a hatalmat, mert a hatalom az alapvetően a Bibliában vadállatként van jelképezve. És éppen ezért, amikor nincs humanizálva, tehát nem olyan ember kezébe kerül a hatalom, amely tudja használni Isten céljaira, stb., akkor a hatalom az egy szörny, ki kell mondani. Tehát többet okoz, több kárt okoz gyakran, mint amit létrehoz építés területén, de mégis az emberiség nem tud élni. Na most itt van egy azért, hat beszéljünk erről valamit, fontos dolgot, hogy Ezékiel prófétához szeretnénk visszatérni, hogy Ezékiel próféta pontosan látta, hogy amikor az Isten dicsősége elhagyja Jeruzsálemet, mert Jeruzsálemnek volt az a fontos funkciója, hogy ott lakozik a Sekina, Istennek a dicsősége, és Isten dicsősége a világnak a sötét és a világosság közötti erői között, és kettő harcában egy egyensúlyt hoz létre. És mindaddig, amíg az Istennek a dicsősége ott lakott Jeruzsálembe, nem tudott olyan világbirodalom kifejlődni, amely legyőzte volna akár Izraelt, meg a nemzeteket elpusztította volna. Tehát amíg a Sekina volt, látjuk, hogy Izrael is virágzott, és a nemzetek is virágoztak. De a Sekina eltávozásával a birodalmi eszme került központi pozícióba, és utána már a nemzetek küszködtek, hogy valahogyan fönnmaradjanak a birodalomoknak a úthenger tevékenységé ellenére is.
ugye, mert elkezdődött a deportálás, a pusztítás, stb. Át a vallásosoknak a elpusztítása, átalakítása, hellenizálása, stb. Mindenről szól. A mai napig is erről szól. Igen. És ugye ezért rendkívül fontos, hogy az dicsőség visszajöjjön a földre, mert eltávozott Isten, mert a dicsőségnek a letéteményése Izrael, dicsőségnek a letéteményése Jeruzsálem. És ezért emberiségnek mondanám közügye, hogy Jeruzsálem újra zsidó legyen, és Jeruzsálemben újra legyen egy olyan hely, ahol az Istennek a dicsősége leszáll a mennyből, meg vagyok róla győződve, ez az alapja a világ békének. Na most, és ezt látta Ezékiel, hogy ez eltávozott, és elindult az úgynevezett nemzeteknek, vagy népeknek az ideje, népeknek a korszaka. És a templomról szóló látomása, a felépítése, meg az Izraelnek a föltámadása pontosan azt fejezi ki, hogy vissza fog térni a dicsőség, és az emberi történelem nem egy katasztrófával fog befejeződni, lesznek katasztrófák, de végül is happy end lesz. Ha ezen a ponton szabad azt beszúrnom, azt a gondolatot, hogy Ezékiel látja, hogy Isten dicsősége elhagyja a templomot, és onnantól fogva nagyon érdekes az, hogy Dániel könyvében végig az egek istenéről beszél. Istennek a jelzője mindig az, hogy mennyei király, egek ura, egek istene. És ez többször ismétlődik, és ez is kifejezi azt, hogy Isten dicsősége eltávozott a mennyekbe, és innentől fogva a nemzetek veszik a kezükbe a földi irányítást abban a korszakban, amíg el nem jön az ember fia, az Istentől rendelt király, és meg nem alapítja a földön ismét Istennek az uralmát. És addig az egek istene az, aki természetesen az ő engedélyével zajlanak a földön az események, de közvetett módon uralkodik, és átadta a nemzeteknek a földi terepet, mármint a birodalmaknak, és ennek a külső világfölötti képe. Uralmat átadta a világfölötti uralom, az az állóképben vagy szoborban megtestesülő birodalmaknak pontosan, az egymás utánja. Pontosan. És ez mind azért történhetett meg, mert Izraelnek a diaszporája és az államnak a széjjelesése, amit megelőzött a dicsőség eltávozása, megtörtént. És ezért várják vissza a dicsőséget, és ezzel áll összefüggésbe a televízió nézőknek is mondom, hogy a Zion eszméje, ez ezzel áll összefüggésben. Nem egy piszkos politikai beszéd, hanem azt jelenti, hogy a Sionra visszatér az Istennek a dicsősége, és újra az emberek szerveikkel is láthatják, és megtapasztalhatják Istennek a jelenlétét. Mert pontosan az ateizmusnak, materializmusnak is, agnoszticizmusnak is pontosan az alapja, hogy nem mindenkit képes szellemi módon Isten ismeretre, hanem nagyon sok ember érzéki szerveivel akarja megragadni Isten, de ezt nem lehet, mert Isten eltávozott. Ez ugye nem volt probléma addig, amíg ott volt a Sekina, el kellett menni Jeruzsálembe, és azonnal az Isten dicsőségének a erejét és a munkálkodását, különösen Jom Kipurkor tapasztalhatták az emberek, a zsidók, sőt a jövevények is. Nem beszélve az exóduszról, ugye, hogy amikor nyilvánvalóan Isten az emberi érzékszerv számára is kijelentette magát. Tehát ezek a természetfölötti karizmatikus tapasztalatok eltűntek. És ezben a vákumban emelkedett föl a pogányság, és a pogányság kezébe került a világ fölötti hatalom. És kiszorult ebből Isten. Nem azért, mert gyáva, gyenge az Isten, hanem sajnos az emberek, az ő népe ezt döntötte, hogy inkább a pogányokhoz húzott, mint az Istenhez, lett volna hűséges, aki őket megszabította Egyiptomból. Tehát nagyon lényeges dolog, most akkor visszatérve az aranyfejhez, tehát az oroszlán, a sas meg ugye nyilván a madarak királya, és természet fölött is jelent, tehát a maga a gyorsasága, ahogy fölépült a babiloni birodalom, azért nagyon gyorsan fölépült, és hát nem is volt azért olyan hosszú életű. Szinte pontosan 70 évig tartott. Ja. Ameddig a fogság. Igen, hát ez, olyan, volt a ez volt a feladata, így van, ezt akartam mondani, hogy minthogyha erre rendeltetett volna. De hát ez szintén, ugye beszéltünk az Izaiás 10-ben, hogy ez a négy birodalom, ez igazából Istennek a botja, Istennek az eszköze, Istennek a fejszéje.
és az a cél szolgálja, hogy az ő népét nevelje. Tehát van pedagógiai célja is ennek, nevelés célja, tanítási célja is. Hogyha nem kellett nektek közvetlenül az Isten jelenléte, akkor majd egy olyan helyzetbe hozlak benneteket, hogy tanuljatok olyan emberektől, akikből hiányzik az Isten jelenléte. És ezzel nyilván Isten az ő népében föl akarja szítani az Isten jelenléte utáni éhséget, ami Izraelben a napjainkban egyre erősebb. Dicsőség Istennek! Ez öröm! Nagy mérnök az Úr. Tehát, hogy évezredeket így meg tud tervezni, ez fantasztikus és csodálatos. Tehát a másik jellemzője a oroszlány és a sasszárny. Nabukodonozorban ideje alatt volt a fénykora. Az új babiloni birodalomnak a legnagyobb uralkodója az Nabukodonozor. Sajnos olyan nagyon sok információ nem maradt fenn róla, érdekes módon egyébként, de hát amit tudunk, az építkezései, az ország méretének a kiterjesztése, még akkor is, hogy az egyiptomi hadjárat az vitatott kérdés, remélem, hogy elő fog kerülni hamarosan erre vonatkozóan is adat, de az biztos egyértelműen, hogy Babilon újjáépítése az mind az ő nevéhez fűződik. Herodotosz is írt akkori Babilonról, hogy milyen kapuk voltak. Hát olyan falakat ír Herodotosz. Falak voltak, kocsik mehettek. Azt mondja, hogy egy négy ló vontatta szekér, az meg tudott fordulni a falnak a tetején. Tehát ez a szélességére, elképesztő méretű lehet. És akkor víz, tavak voltak benne, csodálatos fák. Igen, és ugye az érdekessége annyiból hasonlít Budapestre, hogy igen, egy folyó folyt rajta keresztül az Eufrátesz, és az és Budára és Pestre osztotta. A folyó fölött nem volt fal. A folyó fölött nem volt. Ja, bocsánat, ahol belépett a város falon keresztül, ott volt, igen, egy rácsokkal zárták le. Igen, ilyen boltíves. Boltíves volt, és rácsokkal zárták le, amennyire ezt tudjuk, igen. Igen. Tehát ugye ez lesz majd az oka annak, hogy el tudják foglalni a perzsát. Igen, de még maradjunk a Nabukodonozor után. Ugye őnála voltak bukfencek, ugye konfliktusba került a Dániel barátaival is, de most erre nem térünk rá. Viszont nagyon érdekes az egyik utódja, Belsazár, aki társuralkodó volt? Igen, társuralkodó volt. Az ő idejében a királyt Nabunaidnak hívták, vagy Nabonidusnak, mindegy, melyiket használjuk, és valóban így van, az ő társuralkodója volt mintegy 10 éven keresztül ez a Belsazár, vagy Bélsár Ucur, nem túl szép név, hogy Bélsár magyar nyelven. És ugye ezért van, hogy amikor felemeli Dánielt, akkor azt mondja, hogy te harmadikként fogsz uralkodni én utánam az országban. Ezt sokáig nem is értették, amíg Nabunaidról nem kerültek elő adatok, addig ezt nem tudták, hogy miért mondja ezt neki egy harmadikként, de most már világosan tudjuk, hogy azért, mert neki is volt egy felettese, ez a Nabunaid. Igen. Világos. Ott a hagyomány szerint ugye Babilóniában politeizmus volt, és állítólag te ezt el tudod fogadni, hogy a papság között voltak, vagy a vallási világban volt megosztottság, és talán a Belsazárnak az apja azért is lakott Témánban, mert egy más istent imádott, nem a babiloni főistent? Igen, a babiloni főistent azt Marduknak hívták, ennek a sémi neve az, hogy Bél, ami urat jelent. Most a Baállal? Igen, ez ugyanaz a szó, és a Nabunaid, hát nagyon sokan leírták ezt, hogy vallási fanatikus lett valamilyen oknál fogva. A zsidó hagyományban van egy olyan, hogy leprás lett, és azért kereste a szabadulást, de az biztos, hogy őt rendkívüli módon izgatta a holdisten szín. És egy olyan helyre ment el, egy Tejmán nevű, ma Szaúd-Arábia területén lévő oázisba, ahol ennek a szín holdistennek volt egy nagyon központi helye, és ott majdnem 10 éven keresztül ott tartózkodott, de igazából nem tudjuk, hogy mit csinált. Erről semmiféle adat nincsen, majd pedig amikor a perzsák már támadják Babilont, akkor visszamegy a városba. De nem tudjuk pontosan, ez alatt a 10 év alatt régensként uralkodott Belsazár. Tehát azon az éjszakán, amikor a perzsák és a médek elfoglalták Babilont, akkor ő nem tartózkodott be. Akkor ő még nem, de utána később, tehát tudjuk azt, hogy él ebben az időben Nabunaid, és később megütközik egyébként a perzsákkal, de ott, hát most nem emlékszem, hogy vagy életvét veszti a csatában, vagy pedig elviszik őt fogságba.
De hát ezt ő túléli, ezt, amit a Belsacár viszont nem él túl, mert a Belsacár az meghalt azon az éjszakán, ahogy ez Dániel meg is mondta neki. Ugye hát ez egy, hogy mondjam, hajmeresztő történetet ír le, azt hiszem, az 5. fejezet Dániel könyvében. Igen. 5. fejezetben van, ugye? Igen. Hogy Dárido tivornyáznak. Így van. Szinte ilyen orgiaszerű éjszakát tartottak. Igen. És előhozták a templomnak kincseit, amit elraboltak Jeruzsálemből, és azokat is felhasználták idegen isteneknek az imádására, és akkor jelent meg ez a úgynevezett láthatatlan kéz a falon. Igen. Mene, mene, tekel, ufarszín. Mit jelent? Márta, jó híves. Elmondja a magyarázatot is, hogy számba vette Isten az a te országlásodat, és véget vett annak. Tekel, azaz megmérettél, és hiával találtattál. Peres, azaz elosztatott a te országod, és adatott a médeknek és a perzsáknak. Ebben a kijelentésben egyben csökkenő mértékegységeket is, vagy pénznemeket, pénzegységeket is látunk. A mene-mene, az a minával, a talentummal azonosítható. A tekel, az a sekellel rokon szó. Azt jelenti, hogy mérni egyben, és a sékel az pedig egy pénzegység is. És az ufarszín, az u az és, a farszín pedig egy kétértelmű szó, mert nagyon érdekes, hogy a farszín azt is jelenti, hogy felosztók, és azt is jelenti, hogy perzsák, farszik. Tehát, ez nem arra utal már, mert ugye a perzsákkal van összefüggésben a pénznek a bevezetése a gazdaságban. Az is többek között, de itt most a perzsák a felosztók, szóval megmérettél, mene-mene, tehát még talentum voltál, tekel, mérlegre tétettél, de hiával találtattál, mert a mene az nagyobb, mint a tekel, a mina az nagyobb, mint a sékel. Sokkal nagyobb, és az ufarszín pedig azt jelenti, hogy és elosztók, és perzsák jönnek. Tehát azok, akik elosztók, a perzsák, azok a farszín, ami a farszi szóban és a perzsa nyelvben is benne van, vagyis hogy jönnek a perzsák, azaz farszín. És ezzel már Dániel megjövendölte, hogy mi lesz ennek a Belsazár nevű uralkodónak a végzete, és hogyan osztják el a birodalmát a médek és a perzsák először egymás között, és utána pedig egyesítik azt a birodalmat a perzsák. Ugye itt egy nagyon-nagyon fontos ponthoz érkeztünk, mert egy nagyon érdekes személyiség bukkant föl a proféciákban, a szereplő személy, akit Isten szelleme Izajáson keresztül a születése előtt már megnevezett, Círusz, aki szerepel a Izajás proféta 44. fejezetének 28. verszakában is név szerint, de én most a 45. verszaktól olvasom föl. Ezt azért fontosnak tartom, hogy erről beszéljünk, mert az amerikai keresztény irodalomban többször előfordul napjainkban, hogy a mostani amerikai elnököt Círusszal hozzák összefüggésben. És miért fontos a Círus név? És mi kapcsolódott a Círushoz? És látjuk, hogy a babiloni fogságnak a felszámolása áll összefüggésben vele, és egyben Isten népének a megszabadítása, a rabságból való felszabadítása. Így szól az Úr, mondja a proféta az első verszaktól, az Úr fölkentjéhez, Círushoz, tehát fölkentnek nevezi, messianisztikus személynek nevezi, de folytatjuk tovább, kinek jobb kezét megfogám, hogy meghódoltassak előtte népeken, és a királyok derekának övét megoldjam, ő előtte megnyissam az ajtókat, és a kapuk benne zároltassanak, és megyek előtted, és egyetleneket megegyenesítem, az érszajtókat összetöröm, leütöm a varzárakat, és neked adom a sötétségnek a kincseit, és a rejtek helyett gazdagságait, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, aki téged neveden hívtalak, Izrael Istene. Most akkor nézzük meg, hogy kiről van szó. Izraelről? Vagy zsidó, egy zsidó emberről? És így folytatja a proféta. Az én szolgámért, Jákobért, és elválasztott Izraelemért neveden hívtalak, szeretettel szólítálak, és itt van egy nagy döbbenet dolog, noha nem ismersz. Szerintem ezért ő az ezüst. Ja.
noha nem ismersz. Én vagyok az Úr, és több nincs, rajtam kívül nincs Isten, fölövesztelek téged, bár nem ismersz. És folytatja tovább. Tehát ez azért nagyon érdekes, hogy az első olyan világtörténelmi szereplő, aki ugyan nem ismerte az Istent, nem is tudunk róla, hogy valamikor is megtért volna, de mégis olyan feladatot töltött be, olyan történelmi művet hajtott végre, amely által előmozdította az Isten tervének a megvalósulását a világ történelemben. Abszolút így van. És ugye ezért a keresztények között, ugye meg a zsidóság körében is téma ez, hogy most, aki esetleg a templom felépítését engedélyezi, és megoldja ezt a óriási, megoldhatatlannak tűnő problémát a templomhegy státuszával kapcsolatosan, azt egy zsidó vezető fogja megcsinálni, vagy a pogányok közül támaszt Isten, a golyok közül támad Isten, egy ugyanilyen szemét felkent, aki azt fogja mondani, mint a 44. fejezetben olvasuk, hogy alapkő letétessék, építessék föl a ház. Tehát erről van szó, a Cyrusról is elírja, leírja, hogy ő az, aki ugye kinyitja a lágernek, a börtönnek az ajtaját, itt a fogságra utalnak ezek a kifejezések, és felszabadulnak. És nyilván ez a perzsa királyról van szó, aki már a Babilon elfoglalása előtt is már király volt, nem? Vezető volt. Igen, hogyne, persze. Mert ha jól emlékszem, 8 évig volt csak Babilonban király, de előtte már... Na mondd el! Hát anyai ágon méd származású volt, apai ágon pedig perzsa származású volt, tehát ilyen módon mind a két népet reprezentálta Kürosz, vagy Círus, maradjunk annál. Akinek ugye van több neve a történelemben. Igen, ugye most talán a méd Dáraiosz kérdése is utaltál, hogy ki lehet a méd Dáraiosz, akit emleget a Dániel könyve. Hát én azt gondolom, hogy ez maga Círus lehet. Szerintem. Nincsen nagyon tippem más. De sokan állítják ezt, amint te. Igen. Ez a Kürosszal is azonos. Hát ez Oresszel is. Igen, ugyanaz, így van. Csak azért mondjuk el a nézők kedvéért. Őt nevezték ki a nagyon gazdag királynak? Kincseivel kapcsolatban? Hát az egész perzsa birodalomban az összes király az rendkívül gazdag volt. Ugyan Kürosznak a kincseiről nem tudunk, de hát hogyha az utolsó király, harmadik Dáraiosz, akit ugye Nagy Sándor le fog győzni, az olyan gazdag volt, hogy a sátrában 6000 talentum aranyat találtak, és szó szerint még a WC ülőkéje is aranyból készült, akkor el tudom képzelni, hogy Kürosz ennél is sokkal gazdagabb lehetett, hiszen ő volt már a hanyatló időszakban a perzsáknak a királya. Úgyhogy 538-ban foglalja el Babilont, nem közvetlenül Kürosz, hanem ő majd 2 hét múlva vonul be a városba, egy Gobriász nevű méd alvezére foglalja el a várost. Tudjuk azt, hogy mi történik aznap éjjel, ugye megölik Belsaccárt, és utána felszabadítóként üdvözlik érdekes módon még a babiloniak is. De mi ez az, amire utaltunk, vajon miért? Hát lehet, hogy ez összefüggésben áll azzal, Sándor, hogy a színhold istentől akartak szabadulni, mert azt tudjuk, hogy a Marduk papság az nem nagyon kedvelte ezt a Nabunait féle változtatást. Tehát a Marduk papsága volt igazából a babiloni papság. Így van, így van. A tradicionális babiloni papság az ő volt, igen. Akkor ez lehet... Igen, ugyanis Kürosz nyilvánvalóvá tette, és ezért is hívták őt népek atyának, hogy ő minden nép számára biztosítja a vallásszabadságot, és ebbe beleértett hogy ő... erre majd az ediktumra visszatérünk. Igen, ebbe a Marduk papság is beleértendő természetesen. Abszolút. És mindazokat az Isten szobrokat, amiket elhurcolt korábban a babiloni király, azokat ő visszaengedte az országaikba, megengedte a templomoknak, nem csak a zsidó templomnak, hanem az összes templomnak az újjáépítését, amit esetleg közben elpusztítottak, és a népeknek a visszaengedését is. Ugyanis a babiloniak nem csak a zsidókat vitték el, hanem lüdöktől, görögöktől és másoktól is, más népektől is vittek oda, jellemzően arisztokratákat, akiket ők a saját érdekükben akartak felnevelni, úgy, mint a Dánielt is. Ezeket mind visszaengedte Kürosz. Rendkívül kegyesen bánt. Visszatérve a Babilon elfoglalására, tehát akkor a papság az gyakorlatilag a méd-perzsa oldalon állt. Igen, ők felszabadítóként üdvözölték
Cím. De hogy, hogy azt nem értem, hogy Belsazár ezt miért nem vette észre? Hát lehet, hogy észrevette, csak nem ő volt a király, hanem ő csak a király helyettese volt. Na, és igazából... jó, de hát azt tudod nagyon jól, hogy, hogy hát ezzel egy átlagembernek is ilyen dologgal tisztába kellett volna lenni, mert az Eufrátészt ugye elszállították, gyakorlatilag elterelték, igen. Elterelték. Hát de azt se értem, hogy a vízszint csökkentés nem fogták fel. Nem, valószínűleg azért nem, mert a Hérodotosztól tudunk részletesen arról, hogy hogyan bukott el Babilon, és ő azt írja, hogy, hogy rendkívül maga önteltek voltak, ugyanis a város nem csak, hogy vízzel volt ellátva, hanem tele volt élelemmel, és látták ugyan, hogy készül valami csatorna, amiben elterelték az Eufrátesz folyónak a vizét, de, de gúnyolták őket a falakról, a körülálló médeket, perzsákat gúnyolták a babiloniak, hogy ó, ti ide ugyan be nem jöttök soha, mert hogy a falak olyan vastagok, és mi el vagyunk látva mindennel, aztán megtörtént. Hát mint ahogy azóta is sokszor megtörténik, amikor a hatalom igen. birtokosai elbízzák magukat. És akkor elindult ugye a következő időszak, a méd-perzsa birodalom. A méd-perzsákat ugye utaltatok rá ezüsttel is jelképezik, illetve még medve. Medve, amelynek a szájában három borda található. Azt látom, azt a három bordával kapcsolatos van valami mondani valót. Igen, hát úgy szokták magyarázni, hogy az első borda az Média, amit a perzsák bekebereztek, a második az Lüdia, a lüdök Kis-Ázsiában, és a harmadik pedig Egyiptom. Mert hogy erről biztosan tudunk, hogy a Egyiptomot ők elfoglalják. Ez lehet a három. A medve és az oroszlán mozgások között azért nagy különbség van. Nagyon nagy. Tehát ez is a temperem birodalomnak a természetére is utal. Pusztító is a medve. Abszolút. Én hadd mondjam el, hogy olvastam egy cikket a cirkuszi állatoknak az idomításáról, és ott azt mondták, hogy a medvéket a legnehezebb idomítani, mert kiszámíthatatlanok. Az összes többi állat, az oroszlánt is beleértve, az nagyjából kiszámítható, ha éhes, akkor támad, stb. A medve az egyáltalán nem. És ezért azt írta a cikk, hogy a legtöbb cirkuszi balesetet a medvék okozzák. És valahogy, most ez lehet, hogy belemagyarázás, meg abszolút történelmietlen, de valahogy ezt a kiszámíthatatlanságot érzem mindig a perzsákban. Aha. De úgy ábrázolja a Dániel látomása, hogy megfordul. Tehát amikor fekszik egy medve, és föl kell, akkor az ő mozgása eléggé lomha, nem? Lomha, de ezt de agresszív. Agresszív, egyértelműen agresszív, csak ezt nem tudom, mire magyarázni. Csak azt mondom, hogy a természet, a két birodalom belső természetek közötti különbségre akarok rámutatni, ugye ez oroszlán gyors mozgáshoz. Nagyon hirtelen felugrik, megy szélsebesen. A medve is természetesen nagyon gyorsan tud futni, de ahogy megmozdul, ahogy mutatja a Dániel könyve, az inkább a birodalomnak a lomhaságát jelzi, és ugyanakkor természetesen az agresszivitás. De van egy harmadik kép is a méd-perzsa birodalomról, az a kos, ahol két szarva van, igen. De az egyik nagyobb, mint a másik. Ez a Dániel 8-ban olvasható, és hát ezt úgy szokták mondani, hogy a nagyobbik szarva az a perzsák, és a kisebbik szarva a médek. Ez azt jelenti, hogy a területi kiterjedése birodalomnak a perzsáé nagyobb volt, mint a médé? Vagy pedig az erőkülönbséget jelenti. Ezt bevallom őszintén nem tudom pontosan, ehhez még konkrét kutatásokat kéne végezni, hogy itt most pontosan mire utal ez a méd-perzsa kettősség. De a perzsák egyértelműen a hatalom birtokosai, az erősebbek voltak. Az arisztokraták. Márti, szerinted? Hát én is így hallottam, tanultam, hogy a két szarv közötti különbség az a perzsák és a médek erő különbségéből adódott, hogy a nagyobb szarv az a nagyobb hatalmat jeleníti meg, és a lomhassága, hogy ez egyik oldaláról a másikra fekszik, hogy a méd dominancia elmúlt és helyébe lépett a perzsa vezetés, és ők törtek előre későbbiekben. Igen, és ugye Izrael, illetve a zsidóságnak a sorsában viszont pozitív változás állt be, mert a Cirusz első között egy ediktumot bocsátott ki, és azért azt látni, ez mind igaz, amit mondasz, hogy vallási türelmet hirdetett meg, és visszahelyezte
a nemzeteket az eredeti földjükbe, vallásukat gyakorolhatták, de mégis úgy tűnik, különösen Ezrás profétának az első könyvében, hogy megkülönböztetett módon figyelt a templomnak a felépítésére, újraépítésére, és az a megdöbbentő számomra, hogy az ő kincstára finanszírozta a templom építést. Ugye ez megint egy nagy téma, hogy miért elképzelhető, befejezésében az időnk elmegy, hogy Cyrus mellett, mielőtt elfoglalta volna Babilon, voltak olyan zsidó emberek, akik megismertették vele a zsidó sorsot, templomnak, Jeruzsálemnek a pusztulását. Szerintem nagyon is elképzelhető. Dániel könyvében szövegszerűen olvassuk, hogy ott is maradt Szuzánban maga a proféta, Cyrus király első esztendejéig. Tehát egyszerűen tudunk arról, hogy Dániel megérte Cyrusnak a hatalomra jutását Szuzánban, a birodalmi központban. Ez igen, de most én arra gondolok, hogy amikor még más területeken volt király, én mintha úgy rémlik nekem, hogy a Josephus Flavius utal arra a zsidók történetében, hogy zsidók megmutatták neki, hogy szerepel Izajás proféta könyvében a neve. Tudom, hogy később a Nagy Sándort is hasonló módon tájékoztatták, de a királyt nagyon megdöbbentette, hogy a neve szerepel az Izajás profétának a könyvében, és nagyon felindult a lelke, hogy ezt a programot, ami az Izajás 44 és a 45-ben szerepel, az végre fogja hajtani. És amikor Babilont elfoglalta, elsők között volt, hogy kiadta ezt a vallási türelmet, és különösen hangsúlyt helyezett arra, hogy visszaadja a zsidóságnak az elrabolt templomi kincseket, gondoskodott arról, bár nem tudták elkezdeni ezt, majd egy következő adásban beszélünk arról, hogy miért nem, azonnal a templomnak az építését, meg a visszatérés is nagyon lassan indult el, de mindenféleképpen Cyrus egyben nagy történelmi személyiség, egyben bizonyos mértékben előképe Mesiásnak, de viszont van egy harmadik jelentése, hogy ezekben az években meg fog jelenni a történelemben, a világban egy Cyrus típusi politikai vezető, nagyhatalomnak a képviselője, aki a zsidók számára biztosítani fogja a templomhegyen a vallásszabadságot. És ezzel el kell, hogy búcsúzzunk, mert lejárt a műsoridőnk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Kérem, hogy a következő adásunkat is figyeljék, nézzék, mert nagyon izgalmas téma, és nagyon nagy segítséget tud nyújtani a történelmi háttérnek az ismerete a Bibliának a megértéséhez. Viszontlátásra!